negyedik termázsát csináljuk, a felénél vagyunk, ez az oldal van kész, látszik is, hogy a szája mennyire csáli, és följebb van az egész, még a szeme szemöldöke. Mosolyog, igen, nagyon jó. Érzed is egyébként, Nagyon, hogy ilyen nagyon, lehet érezni is, jó? Nagyon. A kontúr is nagyon-nagyon szép. Egy évbe egyet csinálunk, ez a negyedik, 4 éve jár, és megbeszéltük, hogy amíg csak élünk, egy évbe egy termást rátolunk egyértelműen. Igen, termázsa felénél vagyunk, ez az oldal van, mosolyog? Jaj, de jó, mennyire látszik a szád, hogy főfele van. Jó, megnézheted, és mondjad, hogy mit látsz, mit érzel, mi a különbség, meséld el a többieknek. Ez a negyedik termázsa egyébként, azt beszéltük, hogy 4 évet csináljuk minden évben újra meg újra. Tarts középen a tükröt, és akkor úgy nézd egyik oldal, másik oldal. Mi a különbség? 10 év. 10 év. Igen? És konkrétabban? Hát ezt a számot úgy egy olyan 2 centivel, úgy rendesen így érzem a számot, ilyen feldén. Tudod, azt lát, föl van húzva. Atya Isten, de szépen. A szemed alatt, amit mondtál, kértél, így van, hogy kimondottan oda nagyon, Isten. Igen. Hát, baba. Az arcod az gyönyörű, szép a kontúrja, ugye? Itt milyen lett a kontúrja neki? Úristen, gyorsan másikat! Figyelj csak, annyit tegyél már meg, légy szíves, hogy belülről a nyelvedet tudod, hogy dugd be egyik oldal, másik oldalt, dugd ki belülről a nyelved. Hogy mi a különbség, tehát mit érzel? Azt mondd el, hogy milyen különbséget érzel másik oldalt. Mintha egy kemény beton valaminek, semmi ellenállás. De ez nagyon, most látom ezt, amit eddig soha nem láttam, hogy itt van, itt meg itt fölment, egy lukacska lett, így fölment. Hát eddig még soha ilyen nagyon sok... A termázsról tudni kell, ugye, hogy mindig úgy beszélünk róla, hogy egy hosszú távú befektetés, egy évbe egyet csinálunk, szigorú protokoll szerint, nem véletlen. És ugye itt ez a negyedik termás, és ugye amikor eltelik az 1 év, akkor már úgy mindenki úgy gondolná, hogy jaj, hogy már nincs meg a termásnak a hatása, csináljuk újra, de megvan, igen, és egyre jobb, tehát azok az emberek, akik, mit tudom én, 4-5-6 évvel ezelőtt az első termásokat elkezdték csinálni, és egy évbe egyet megcsináltunk, azok az emberek ugyan öregedtek 5 évet, de 10 évvel jobban néznek ki, mint 5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük. Igen, ez úgy szinte percről percre emelkedik, olyan bum-bum-bum-bum-bum, olyan nagy, ugye belülről, mintha berobbantották volna az egészet. De ezt a kontúrt, hogy ilyen nem volt eddig még, tehát egyiknél se, hogy itt be és így ki. A termázs az mindig termázs, minél többediket csináljuk, annál intenzívebb a hatás, ez egyértelmű. Ezért imádjuk, és ezért jön mindenki újra és újra, évről évre a következőre. Ez semmi nem tudja. Semmihez nem fogható. Nem. Így van, így van. Ezért nevezzük nagy ágyúnak. Na, akkor csináljuk a másik oldalt. Csináljuk. Köszönöm szépen. Puszi! Sziasztok! A vendégnek megcsináltam a termást, gyönyörű, és mit talált magán? Mutasd meg! Mutassuk a többieknek. Mi ez? Szépséggödő. Nevetőgödő. És mi? Kislánykoromban volt utoljára úgy. Aztán úgy ráment a gravitáció, és eltűnt. És most előjött. Úristen, varázslat, előjött a szépséggödör. De komolyan itt meg itt, rendesen. Azok voltak a nevető gödrök. Nagyon jó. Köszönjük szépen.